Alapvetően a történet helyszíne egy hotel, a hotel neve Szép Kilátás. Salgótarján ikletésből egy erdő közepén áll a mi Szép Kilátás szállunk. Én ennek a hotelnek vagyok a vezetőnője. Három nő vezeti tulajdonképpen ezt a hotelt. Tehát ők nagyon fontos szerepet töltenek be, tehát szerintem ez nagyon érdekes dolog benne, hogy nők irányítják ezt a hotelt. Az alaphelyzet az az, hogy több az itt dolgozó ember, mint a vendég. Ez a nagy abszurd alaphelyzet, és erre gyártunk etüdöket, erre gyártunk jeleneteket. De nem egy konkrétan egy folyondáros történet lesz ennek a vége. Nem kifejezetten egy nagy sztoriról van szó, egy nagy történetről, hanem mozaikokról. Teljesen külön önmagától, mint egy sorozatban, függetlenül is megálló jelenetenként. És ezért a színészek feladata is nagyon különböző, valaki csak egy szerepet visz végig. De vannak olyan szereplők is, mint például a Mikec Estil, aki minden jelenetében más karaktert játszik, és szerintem attól nagyon izgalmas tud lenni. Szándékunk szerint nagyon sok humor lesz benne, és mégis lesz valami szépséges, ilyen elemelt hangulata. És ennek a fajta színházcsinálásnak látom értelmét, ahol olyan történeteket veszünk elő, olyan alakokat veszünk elő, akikhez nagyon szoros közünk van. Nagyon mai tud lenni ettől, nagyon friss az egész. Szerintem a nézőnek is ez érdekes lehet. Ez úgy készül ez az előadás, hogy nincs megírt szövegkönyv, hanem improvizálunk a próbákon, és abból az improvizációból születik meg majd tulajdonképpen a szöveg. Szóval nem az van, hogy bejöttünk és egy meglévő darabot felolvasunk, megtanuljuk, bepróbáljuk, hanem közösen fejlesztjük és duzzasztjuk a történetet. Most az egésznek a szerkezete persze nem improvizatív, tehát ezt a Jakab elhatározza. Ebbe mindenki dobja bele az ötleteit, a gondolatait, a mondatait, csak a főpróba hétre áll össze maga a szövegkönyv, amit kézbe lehet venni. Ami szintén még mindig változik, és ha jól sejtem, akkor ebben az előadásban remélem legalábbis lesznek olyan részek, amelyek sosem lesznek fixek. Az olyan kollégák, akik nem szeretnek szöveget tanulni, azok tulajdonképpen nagyon élvezik ezt a módszert, úgyhogy... Hogy mi sem tudjuk, hogy konkrétan mi lesz a végső eredmény. Most már csak azért kell szorítani, hogy ez összeálljon valahogy. Eddig ez még mindig megtörtént. Valami biztos lesz. Van itt egy jó rendező, meg vannak jó színészek, akik közül van, aki zseniálisan énekel és táncol és még zenél is, és van fantasztikus muzsikusunk. Nagyon fontos segítőtársam Varga Zsófia, aki az előadás dramaturgja és társírója, és ezt az egészet közösen fejlesztjük. Hunyadi Máté, aki játszik is az előadásban, Becsik Levente, aki zongorázik az előadásban, ők ketten a zenei vezetői az előadásnak. Éppen egy kóruson dolgozunk, hogy minél több ilyen közös zenés megszólalás legyen, ami szerintem, és Jakab szerint is nagyon fontos egy előadásban, mert ugye a zene egy egyetemes nyelv, közelebb hozza a nézőt, kicsit jobban is talán, mint mondjuk egy prózai előadás. Újség az élet, mi álloknak élek, ki tudja, mi majd ezután. Ó, hallgass rám élet, én többet nem kérek, hozz el égem, kit a szívem úgy vár. Nagyon különböző műfajú dal, ária, duett és kórus hangzik el az előadásban, ezek adják az előadás gerincét. Az élőben fogjuk kísérni a színészeket, lesznek klasszikus dalok is, van egy klasszikus ének végzettségű profi énekesünk a csapatban. Hálás is vagyok amiatt, hogy most olyan blokkokat választottak nekem, olyan dalokat és egy áriát, ami tényleg közel áll hozzám. Tehát én például két Schumann dalt fogok énekelni és egy Vivaldit. Nagyon jól esik, hogy végre olyat énekeltek, ami igazán testhez álló. Ezek nagyon mai hangzással lesznek megcsinálva, és szerintem nagyon, nagyon szép lesz. Ez
ez egy nagyon érzéki előadás lesz, olyan értelemben, hogy, szerintem elsősorban nem az agyra fog hatni, hanem minden másra. Szívből jövő lesz, a társulat lelkéből jövő, hiszen mindenki tulajdonképpen annyit tesz hozzá a maga lelkéből, amennyit gondol, és én úgy látom, hogy mindenki elég sokat tesz ehhez hozzá is. Attól, hogy most rakódik össze, talán még személyesebb tud lenni a színészeknek is, és talán a nézőknek is. Sok olyan pillanata lesz az előadások, amikor nem pörgünk és nem rohanunk valahova, hanem szól egy zene, és azt nézzük, hogy hogyan léteznek az emberek ebben a térben, és abból esetleg valami kiderül, szóval lesznek talányos részek is a nézők számára, hogy... Hogy az ember ilyen jó érzéssel tér haza innen, hogy sok mindent kapott. Hát én szerintem ez egy vidám, ironikus, és közben nagyon bájos előadás lesz.